Még javában zajlottak az első világháború csatái, amikor idehaza 1917-ben törvénybe iktatták az elesettek emlékezetét. Szekszárdon a Szent István téri világháborús emlékműnél most a település alpolgármestere arról beszélt, az, hogy ma szabadon emlékezhetünk a nemzet hőseire, azok érdeme, akik életüket adták az országunk védelme érdekében. Gyurkovics János kiemelte, hogy Európa most is mindössze karnyújtásnyira van egy újabb, határokon átívelő háborútól. Meg annyi hősünk dicső tette járán, több mint 1100 éve itthon vagyunk a Kárpát-medencében. Rengeteg véráran kaptuk örökül Magyarországot őseinktől. Talán szerencsénk lesz, és nem vérünk árán kell majd továbbadnunk. Ezért kell elkövetnünk mindent a jelenben. Emlékezzünk rájuk. A megemlékezésen Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész mondott áldást, majd a jelenlévők megkoszorúzták az emlékművet. Bonyhádon az egész hétvégén át tartó láglovagok és hagyományőrzők nemzetközi találkozóján is megemlékeztek az első világháború során elesett magyar katonákról. A rendezvényt minden esztendőben támogatja a helyi önkormányzat is, és ugyanígy tesznek az ott résztvevő közösségekkel. Bonyhádváros önkormányzata természetesen támogatja mind az önkéntes tűzoltó egyesületet, mind pedig a hagyományőrző egyesületet annak érdekében, hogy a céljaikat meg tudják valósítani. Bízom benne, hogy sokáig fennmarad ez a rendezvény, és még jobban kinövi magát, hogy még többen megismerje Bonyhádot. A rendszerváltást követően egyébként 2001-ben lépett ismételten hatályba az a passzus, ami alapján a Magyar Hősök Emléknapját május utolsó vasárnapján tartják.